Hölgyeim! És uraim! Minden héten péntek, szombat és vasárnap este 8-kor. Este 8-kor? Igen, 8-kor. Várjuk Önöket a Móricz Faktor legújabb adásaival! Mintha csak egy nemzetközi tehetségkutató verseny felhívását látnánk és hallanánk. A koronavírus sok ágazatban okozott kellemetlenséget, és mindenki megpróbálta az adott helyzetekből a maximumot kihozni. Így volt ez a Móricz Zsigmond Színházban is. A társulat tavasszal a 7 óra 7 perc nevet viselő programsorozattal költözött be virtuálisan a nézők otthonába. Most egy újabb ötlettel rukkoltak elő, a Móricz Faktorral jelentkeznek hamarosan. Akik nálunk fognak versenyezni, már bizonyították a tehetségüket, tehát itt nem erről van szó, hogy valakinek is bizonyítani kell. De valóban egy kis verseny lesz most a színész kollégák között. Tulajdonképpen hasonlóan működik, mint a már tévében megszokott műsorok. Itt is lesz közönségszavazás, itt is lesznek nyeremények, és itt is lesznek természetesen versenyzők, aminek több célja is van. Szeretnénk, hogyha a színház iránti figyelem megmaradna, közönségünk továbbra is figyelemmel kísérhetné a színészeinket, illetve színészeink munkáját, valamint próbáljuk felkelteni azoknak is az érdeklődését a színház iránt, akik eddig inkább a tévében futó tehetségkutatókat referálták. Tehát nagyjából ahhoz lesz hasonló, de mégis minden kicsit más lesz. Minden versenyző két műsorszámmal készül, ezek között pedig egy-egy rövid interjút is láthat majd a közönség, akik természetesen, ahogy a nagy show műsoroknál, itt is szavazhatnak. A like egy, míg a szívecske két szavazatot ér, a bátorító kommentek pedig három voksot jelentenek az adott színművésznek. A rendszeresen szavazók között értékes nyeremények találnak gazdára. A játék az két irányú lesz, tehát a nézők között is fogunk ajándékokat kisorsolni, illetve a Móricz Faktor győztese is elnyer egy wellness hétvégét. Az összes szavazó között egyébként szintén egy wellness hétvégét fogunk kisorsolni a hajdúszoboszlói Hotel Aurumba. Egyébként a nézőknek pedig lesz minden egyes körben egy sorsolás. Ez úgy néz ki, hogyha péntek este 8-kor lemegy az első versenyzőnek a műsorszáma, akkor következő hét péntek este 8-ig lehet rá leadni a szavazatokat, és ez alatt az egy hét alatt, akik szavaztak, azok között fogunk kisorsolni egy Mindenünk a Színház című színházi kötetet, valamint egy páros bérletet a színház következő évadára. A Móricz Faktor első évada 5 hétig tart majd, azonban ha igény mutatkozik rá, elődöntőt és döntőt is szerveznek. A Móricz online program család következő eleme a Móricz Impro lesz, amelyben a beugró mintájára vicces jeleneteket adnak majd elő a színészek. Később pedig a Móricz Annóval nosztalgiázhatnak a színházbarátok.